A Sátoraljaújhelyi helyi központból követték nyomon, milyen szinteken állnak a víztározók azokban a napokban, amikor szinte az egész bodrok köz áram nélkül maradt a hétvégén. Szabolcsban vízkorlátozást kellett bevezetni, mert az átemelő szivattyúkhoz áramra volt szükség. Az Zempléni Vízmű Kft. azonban ilyen esetre kiépített egy alternatív lehetőséget az ivóvíz folyamatos biztosításához. Amikor uniós forrásból a sátoraljaújhelyi vízbázisra kötötték a bodrok falvakat, úgy építették ki a rendszert, hogy ha kell, a gravitációs erőt kihasználva áram nélkül is eljusson az ivóvíz a lakossághoz. Legalább 72 órán keresztül az Zempléni Vízmű Kft. úgy tud teljes körű ivóvíz szolgáltatást létrehozni a fogyasztási pontokon, fogyasztóinknál, hogy ehhez elektromos energia nem kell. Ez a lényeg az egésznek, hogy a Zempléni Vízmű Kft. szolgáltatási technikája, rendszere olyan, hogy a hegyes vidéken és a sík, bodrok közé részen lévő hidrosztatikai nyomáskülönbséget használjuk erre a ö, tevékenységre, és ez elektromos energiától független. Az elmúlt nyolc év előkészítő munkáját most élesben volt alkalmuk tesztelni a vízmű dolgozóinak. A kritikus napokban még a helyi védelmi bizottságok szakemberei is kétkedve fogadták azt, hogy több napi áramkimaradás mellett sem lesz gond az ivóvízszolgáltatással. Egyetlen korlátot a szennyvíz elvezetése jelentett, mivel itt az átemelőkhöz már szükség volt energiaellátásra. Ottól szennyvíz szennyvízszolgáltatás is van, akkor nem az ivóvízvétele van a korlátja, hanem a keletkezett szennyvíznek van korlátja, mert annak az elhelyezése nem lehetséges csak az, az és a vezeték puffer fogatába, tehát az egyfajta korlátot jelent. A vízmű az elmúlt években a hegyközben és a bodrok közben is kiépítette ezt a rendszert. A víztározókban mindig van annyi víz, amivel minimum három napig áram nélkül is el tudják látni ivóvízzel a lakosságot. Hegyalján most szeretnék kiépíteni ezt a hálózatot a hamarosan elinduló megyei pályázat részeként.